Na szevasztok, srácok, Csipi vagyok, és ma folytatjuk tovább a déli káos sorozatunkat. Ugye nagyon régen nem déli knockoutoztunk már, mióta nem lehet toc játékos nyerni rajta, meg lófasz se, azóta nem nagyon játszottunk vele, tehát egy olyan 2-3 hete. Meg igazából nem is nagyon játszottunk már úgy déli káot, hogy bejussunk a VL-be, hiszen nem szoktunk VL-ezni se. Én most ilyen gyakorlásképpen déli káozok. Ugye én nem szoktam játszani emberi ellenfelek ellen, csak a squad battles nyomom. Úgyhogy elsőre ki is kaptam, most másodszorra jutottam be a döntőbe, egy 0-5, ez kilépett, ez egy magyar srác volt, 4-1-nél lépett ki. Ez végigment, ez egy 4-1-es meccs, vagy lehet, hogy a végén kilépett, mert nem emlékszem, szóval így jutottam el a döntőig. Ami elképesztően egy nagy teljesítmény, mert én hullabéna vagyok, tehát egy istentelen szerencsétlen vagyok a FIFA-ban, szerintem. Adok egy fitness a srácoknak, ugye azzal a csapattal buktam el, azzal az angol csapattal buktam el elsőre a DK-ot, amit ugye kiraktunk a Facebookra, úgyhogy azóta inkább ezt a francia csapatot. Részesítem előnybe, elvileg mindenki oké, és van egy-két cserénk. Igazából a francia játékosokból se volt olyan túl sok, tehát hogy ugye most az a DKO-ba a kritérium, hogy egy nemzetiség lehet csak a padon is, meg a kezdő csapatban is, tehát az egész francia. Lehúztam a ratinget. Egész jól muzsikálnak a srácok, tehát 3-3 meccset nyertem velük. Ugye múltkor is ezzel a csapattal jutottam be a döntőbe, nem pedig azzal az angollal. Nem tudom, azzal az angollal egyáltalán nem megy. Úgyhogy nézzünk egy ellenfelet. Remélem nem valami full ikon csapatot kapok, mert akkor tudja, hogy elvérzek. Atya Isten, egy full brazil csapat. 7 toc, kaká. Megcsinálta ugye ezt a Japán Liga SBC-t is. Hát ebből szopó lesz. Ezt már így megmondom, srácok, az elején, hogy ez sima bukó. Na, de meglátjuk. Nagyon jó csapata van az ellenfélnek szerintem. Fényévekkel jobb, mint a miénk. Fekki, egy lövés fölé. Igen, volt egy helyzetünk. Laposan kellett volna, bassza meg. Peres. Kapus jó. Nem a miénk lesz, az fix, igen. Nagy védés. Fekir. Ez hol ment megint? Griezmann. Az meg nem váltott irányt. Just using teammates, using them as a wall, the old 1-2, that's what Antoine Griezmann, he is known for his heading ability, and that has come to his team. Mi történt ott? Hop. Ez nem is tudom, Pogba hova passzomba passzolt. Now they've got a chance in this part of the pitch. Shots on here. The defenders managed to get... Inkább váltsunk szerintem formációt, ez itt szar. Marcian lejön, fölmegy helyette, nem is tudom. De én megpróbáljuk így, Alexandrini ott van a középpályán, azt meglátjuk, hogy mit alkot. Az a baj, nincs jó francia középpályásunk. Csak ez a kettő. Mondjuk egy Bakayokot betehettünk volna, de... Marcial, és nem amilyen kipattanó. Tocos Firminója van, ha jól emlékszem.
Dallas, fejeljük ki, de bazd meg, várján, hova az anyád fejeled? Beadja. És lekomt lévén nagyot. Ja, úgy csinált, mint a kiszületett lőne, aztán beadta. Éhé, és megint ugyanazt játssz el, ugye ezt a beadom a rövidre dolgot, ezt jó begyakorolta a majom. De szar passzokat adnak be az meg a játékosaim. Ennek egy szar lövés volt, és megint nem, amilyen kibattam. De szar lövés volt, atya Isten, Alexandrini, bazd meg. Törn el a lábad. Marcia lepattam, úgy összeállt, mint egy buzi, bazd meg. Még a Peres is. Mind is ki, igen, fassa. Nem fogja utolérni a védőm. Lakomot végig egy kurva nagyot. Srácok, ez DK-o döntő, nem izébe vagyunk most. Divízióba. Ott egy kérdés itt, hogy hányadik osztály. Főleg fejesekből veszélyeztet. Bazzik, Marcia, hova az anyádba passzolsz, te köcsög? Nem csodálom, hogy nem vitte ki a VB-re. Most ez mit csinál Pogba, bazd meg? Érjük el, fasz, hogy nem. Some potential in this move. Roma Alessandrini. Ezt az Alexandrit le kéne hozni a faszba. Bekai, nem raktam be a Bakayokot, bazd meg a cserepadra. De kiviszi a majom. Jöhet a szöglet. Igen, rövidre. Jó. Na, üres a jobb szél. De szar lövés, atya Isten. See this from a referee playing the advantage. Return pass. Griezmann. Back here. Alessandrini. Ki megint a szélre. Now with Martial. Ah,
bazd meg, nem tudtuk beadni. Szép, Mendy. Kapus, 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 jó, 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 jó. Bazd meg, hogy ilyen szar passzokat adnak a játékos, hogy faszom tele van. Vissza Fekirnek, ez az. Fekir! Vágjuk be! Ott van 1-0! Na hát a fél idő vége, ugye mindig sok gól esik, aztán most Fekir beverte. Nem mondom, hogy ezzel megvan a meccs, mert kurvára nincs meg, de legalább vezetünk. Fekir az faszanyítás volt amúgy. Szoktam használni. Squad Butlers-be. Na hát sokat nem tudunk változtatni a csapaton a fél időbe, úgyhogy... Szóval megnézem a srácokat. Mondjuk Marcia helyett behozom a Gomist. Egyelőre ennyit tudok változtatni. Aztán meglátjuk. Max még lemártam behozni ugye Alexandrini helyére, középpályára, de hát... Well, we're ready to go now for the second half of this final of the FA Champions Knockout Tournament. Átfordítja bal szélre, Tellesnek, nem volt jó. Talicska, visszakapja, az már veszélyes. Szép. Ez is nem a miénk. Kapus, kapus, jó. Ez még jó lehet. Fekir. Griezmann ellökik. Semmi. Illetve... ...11-es, jó van. A Gomissal fogom lőni, hanem a Griezmannnal. Szép. Ezt Alex-től tanultam, ezt a 11-es lövést, hogy ugye ilyenkor mindig jobbra vetődik el a kapus. 2-0. Én kiteszi Tellesnek. Ez nagyon gyenge volt. Meg ez is, de mondjuk ott van egy szabálytalanság, jól van. Quite the sort of standard of performance that you expect from him today. Disappointing, and the crowd a bit disappointing as well. They're certainly disappointed as the substitution is made. Yeah, a bit harsh that. He's contributed a lot this season, and they've been cheering him most weeks, so surprised by that reaction. És ez egy nagyon gyenge lövés volt. We have a corner to come via that deflection. Short corner designed to move the opposition around in the middle. Alexandrini beadja Gomis, elveszíti, nem is tudjuk visszaszerezni, most akkor olyan kell figyelni, hogy kontrázni fog. Hopp, és nem jó a becsúszó. És 2-1, basszus, faszom. Ki volt a gólszerző? What an important moment this might turn out to be as they strive for a comeback here. Yeah, they look down and out for a time there, but you can see the belief coursing through the veins of those players now.
Sandrini. Here's a chance to attack. Griezmann. Just lent the ball to his mate. Nem jó. Együttes erővel labdaszerzés, Alexandrini visszakapja. Ott van Gomez, de bazd meg, állva várja a labdát. Faszálna bele. Egyérintőből játszik, Cristiano meghúzza. Jól lemaradunk. Jön a beadás, az kapusé jó. Ezt a kurva. Azért jó van. Jó beszopattuk volna magunkat. Fekir. És van egy kis terület mehetünk, mert 16-osan belül vagyunk. Á, bazd meg, azt hittem, hogy felrúg, de nem. Ki fogja nyitani? Jó. Nem jó, bazd meg, sarokkal adja, hülye fasz. De még elmegy mellettünk. Jó, még tovább. Sajnos lófasz nem indult senki elől. Á, bazd meg Fekir, hogy ilyen szarul lövő, de pedig jól kiáltottuk a helyzetet. Persze meghúzza, most lesznek bajok. Középre ad. És ott a gól, bazd meg, nem hiszem el. Ám, kimarad a helyzet. Itt meg beszopódunk. A buzi Gabriel Jesus. Ugye a védőim milyen faszt csináltak megint. Ó, faszom. Nem jó. És akkor hol van megint a védelem, bazd meg? Na, várám, végre valamit csinál. Bazd meg. Ott van Fekir megint. Na 5 percet kéne kihúzni, atyajég. Három védő, és itt közelben három ember a kapus mellett között lőtt el Fekir, egész jó volt. The supporters, Alan, trying to play their part here and lift the home team. Yeah, I think they believe, Martin. The question is, do those players down the pitch believe as well here? Conte. Nice bit of interplay. Na, most bazd meg Begli, és ez Beglagolt, és azt a...
megúsztuk, de még nem teljesen. Alex Telles. Well, here comes the support. Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Á, nem jó a labda Gomisnak, mert elkapkodtuk. És lehetnek bajok, jól van, Mendy. 3 perc a hosszabbítás természetesen. Most megtartjuk ezt a labdát, remélem. Fekir egy jó labda. És így egy szöglet. Ezt nem hiszem el, és Gomis! Itt mi volt? Azt a elsőre. Lol, ez a 7 másodszor, de ez elég vicces. Még nálam is balfaszom játékost fogtam ki, pedig ilyen fullos csapata volt. Úgyhogy 3-2-re megnyertük a DKO döntőt. Egyetlen egyszer nyertem DKO döntőt egyébként, srácok, még a FIFA 17 elején. Azóta nem is nagyon játszottam igazából online. Csak az a szar squad battle-t, aztán... Nem. Igazság szerint beszélgettem egy csomó sráccal, egy ismerősökkel, akik nyomják a Weekend Ligát, és azt mondták, hogy most már kurva könnyű. Tehát most már annyira nem foglalkoznak vele, hiszen már nem lehet bejutni ugye az ISVB-re, meg annyira felhigult már a mezőny, hogy mindenki bejutott már, és ugye csak 11 győzelem kell bemaradáshoz, szóval ilyenkor már csak az ilyen bénák DK-hoznak, mint én, állítólag nagyon könnyű a VL. Tehát akik idáig 25 meccset nyertek, azok most 30 fölött nyernek. Mint tudom én, akik idáig 28 meccset nyertek, vagy 27-et, azok most ilyen 30 vagy 32 meccset, 33 meccset nyernek állítólag a VL-be, annyira könnyű lett a VL így nyáron. Amúgy már mindenki a izét nyomja már a World Cup módot, szóval állítól könnyű a VL. És úgy néz ki, hogy könnyű a DKO is, hiszen még egy olyan puncher is, mint én meg tudtam nyerni. Szóval... legalább erre a hétre ez le van tudva. Második kupán biztos nem indulok már. Bőven elég volt ez. És... a VL-ben egy lófaszt nem fogunk játszani. Tehát megint egy meccset nem fogunk játszani, csak úgy beütöttem. Jó kis meccs volt végül is. Fekir döntött el. De hát tényleg nagyon szar vagyok szerintem, tehát ilyen komoly játék előtt nem képviselek. És akkor még egy goldpakkot is kaptunk, lol. A 2000 coint, meg ugye a VL indulás, de hát mondom, nem fogunk vélezni. Kibontam a pakkot, de te nézzétek meg, milyen csapata volt. Tehát majdnem mindenki toccos volt neki, meg ilyen speciál játékos. Úgyhogy kajak azt hittem, hogy ki fogunk kapni, aztán mégsem. Több lövése is volt. Mondjuk a labdát többet birtokoltuk, tehát. Na lássuk, de valamit ez a szar. Jasszus. Na jó van, srácok, hát ennyi lett volna Csipinek a bénázásait a DKO döntőben, végül azért csak megnyertük. Így benn vagyunk a VL-ben, hol nem fogunk indulni. Ezért ha tetszett, dob rá egy lájkot, Csipi voltam, szevasztok!